A funkcionális mozgás mintaszűrés egy állapotfelmérő módszer. Segítségével gyorsan meggyőződhetünk arról, áll-e fenn potenciális kockázat, ha az egyén mozgás mintája korlátozott, vagy elváltozásokat mutat. A hagyományos edzések során ezek a jellegzetességek gyakran rejtve maradnak. A szűrő alkalmas a sportági felmérések finomítására is. A funkcionális mozgás mintaszűrő, vagyis FMS, sokrétű segítséget kínál egyéni és csoportszinten is. Ez az egyszerű felmérési módszer a legalapvetőbb elsődleges információkat szolgáltatja, amelyekre az aktív élőkkel, sportolókkal folytatott munka során szükség van. Vannak szakemberek, akik elsősorban azért vizsgálják a mozgásmintákat, hogy kiszűrjék azokat, akinekre nézve a fokozódó aktivitás sérülés veszélyt hordozhat. Mások fókuszában a teljesítmény áll, és a mozgásmintákkal kapcsolatos ismereteiket felhasználják fittségi és teljesítményfokozó programjaik tervezésében és fejlesztésében. Ez pedig egy olyan rendszer, amely mindkettőt ötvözi. Az FMS 2001-ben jött létre azzal a céllal, hogy javítson az aktív életmódot folytatók teljesítményén, erőnlétén, rehabilitációján, valamint a sérülések kockázatának kezelésén. Az FMS alapítójának célja egy olyan rendszer kialakítása volt, melynek segítségével a sportorvosok, valamint a fitness és erő- és állóképességi edzők hatékonyabban képesek azonosítani a mozgásban jelentkező diszfunkciót, valamint azt is szerették volna elérni, hogy a rendszer megkönnyítse az egyes területek közti kommunikációt is. Három nap, ami megváltoztatja az életed, mert mi nem a kettőbel edzést tanítjuk meg elsősorban, hanem az emberi alapvető mozgások hatékony és biztonságos elsajátításához a kettőbelt hívjuk segítségül. Olyan utazás ez, amely során tele leszel homlokra csapós pillanatokkal. Annyit talán hadd mondjunk el a képzésről, hogy az elmúlt 12 év alatt mindig 100%-ban pozitív visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől. A háromnapos képzésen megtanulod a kettőbellel történő edzés alapjait, képes leszel az alapgyakorlatok professzionális alkalmazására, tanítására, korrekcióra, és megszerezheted Pavel Cacolin nevével fémjezett Strong First Gírja oktatói végzettséget.